Ezek a fenyők karácsonykor feldíszített állapotukban díszelegnek a nappalikban, azonban az ünnepek befejeztével két körben megkezdődnek elszállításuk. Beszélünk egy társasházas övezetről, illetve beszélünk egy családi házas övezetekről. A társasház övezetekben való elszállítása kezdjük, ez január 11-én lesz az első kör, a családi házas övezetekben január 12-én lesz az első ütemszállítás, és lesz még egy kör a fenyér elszállítása illetően. Ez a társasházas övezetekben február 1-én, és a családi házas övezetekben február 2-án történik. Ferenc Kornél hozzátette, a legoptimálisabb, ha pontszerűen történik a fenyők összegyűjtése. Igazából különös elvárásunk nincs. Nyilván nagyon fontos, nagyon optimális a gyűjtési rendszerben, hogyha pontszerűen próbáljuk ezeket összerakni. Különösképpen nem kell velük semmit csinálni. Talán arra érdemes figyelni, amikor kihelyezik a fenyőfákat, akkor minél kevesebb helyen szóródjanak el a tűlevelek. Az elszállított fenyőfákat felaprítják, ezt követően pedig komposztálják azokat.